Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Jó estét kívánok, kedves tévénézők! Azzal, hogy ebben a ma esti tévéadásban egy dal elléneklésével léptem a színpadra, szerettem volna egyértelművé tenni mindenki számára, hogy én magamat továbbra is elsősorban zenésznek, énekesnek tekintem, és minden más csak balga félrelépés. Ennek a félrelépésemnek mai első áldozata, akivel szeretnék néhány szót is váltani, Vikidál Gyula. Szerbusz Gyula. Szerbusz Zorán. Engedd meg, hogy az első kérdésem az tulajdonképpen egy személyes hangvételű kérdés legyen. Nagyon átérzem azt, ami veled történik a napokban. Talán önök közül kevesen tudják, de a szakmában nagyon sokan, hogy Vikidál Gyula az egyik legerősebb dohányosnak számított mindig is, és 21 napja abba hagyta. Hogy érzed magad? Levegősen, nikotinmentesen, és ilyen dolgok történnek. Én tudom, hogy ez egy komoly idegállapottal jár, úgyhogy nem is akarlak nagyon izgatni a kérdéseimmel. Inkább csak azt szeretném megkérdezni, hogy köztudottan ugye sok színházi darabban játszol, most éppen milyen darabokban? Egész pontosan 5 darabban játszom. Játszom a Józsefben, játszom a Mária Evangéliumában, játszom a Jézus Krisztus Szupersztárban, a Nyomorultakban és a Légy jó, mint halálikban. Csak ennyiben. Gratulálok. Havonta olyan 15-20 előadás, és ez nagyon szépen be van osztva, akkor elég jól megy. Mi lesz a következő dal címe, amit most tőled hallani fogunk? Egy régi-régi emlék, hiszen az egyik sajnos, a másik az valószínű. A sajnos, hogy Bencsik Samu barátom immáron 3 éve ment el, és mindig-mindig visszatérő akkor, amikor felteszek egy-egy lemezt, és ráemlékezem. Az az én kis magánügyem, ezzel a dallal is ráemlékezem egy picit. A dal címe Tűzimádó. Parancsolj!
Köszönöm.